Az a tapasztalat, hogy a főtéri karácsonyi vásárokról a kézművesek kiszorulnak. Általában azért, mert olyan magasak a részvételi díjak, hogy azt egy kézműves, amelyik ebből él meg, nagyon ritkán tudja kifizetni. És emiatt egyre gyakrabb az, hogy ezeken a vásárokon a viszonteladók vannak. Ebben a vásárban például, hát a két kezemben meg tudom számolni, hogy hány kézműves van, de lehet egyen. Azok ismerik egymást, most én a többi kínai viszonteladóval, meg ezekkel nem nagyon ismerjük egymást. Nekünk ez már az ötödik évünk, hogy jövünk erre a vásárra, úgyhogy valószínűleg emiatt egy kicsivel egyszerűbb. Most nem tudom, aki először jelentkezne, az mennyire nehezen tud ide bejutni. A termékeim segítettek igazából, mert augusztusban találkoztam a szervezővel a kolozsvári Magyar Napokon, és mikor meglátta a termékeimet, azt mondta, hogy itt a helyem. Nem keveset kell fizetni, elég sokat sajnos. Nekünk szerződésben azt mondták, hogy nem szabad elárulni, de nagy az összeg, tehát hogy ezt ennyit el tudok mondani, hogy nagy. Ez egy nagyon drága és nagyon nehéz vásár, olyan értelemben, hogy ott kell lenni reggel 10-től este 10-ig, és nagyon drága a házikó, és sokáig kell csinálni. Ez egy vándorvásár, több helyszínre eljut, több klienshez eljut, és megmutatja a termékeiket. Tehát nem ugyanaz, nem lehet összehasonlítani a főtéri vásárral. Kitaláltuk azt, hogy egy ilyen alulról szerveződő vásárt fogunk megszervezni, amiben az a lényeg, hogy nem mindenki utazik mind az összes helyszínre, de viszont visszük egymás áruit és egymás termékeit, és egymást így promováljuk, úgymond, és akkor árulunk. És akkor ebből a magötletből lett ez az óriási nagy rendezvény. Ők segítettek az egész megszervezésében. És akkor úgy jutottunk el több városba most már. Már voltunk Marosvásárhelyen, voltunk Székelyudvarhelyen, most van Kolozsvár, aztán majd még következik Medgyes és Segesvár. Ez egy kiváló közösség, nagyon sokféle terméket így meg tudunk mutatni, mert ha kimegyünk a főtéri karavánozásra vagy karácsonyozásra, ott egyedként tudok beállni. Itt viszont egy közösség, jöttünk együtt. Van 45 kézműves, plusz a hozzákapcsolódó szolgáltatók meg non-profit szervezetek, akiknek gyűjtünk. És akkor mi megyünk városról városra, és mindig azok a kézművesek vannak jelen abba a városba, akik oda tartoznak, meg akik a közelben vannak és bejönnek, és egymás portékáit árulják. Tehát soha sincs úgy, hogy egyszerre mindannyian 45 jelen lenne. Egy olyan vásárt szeretnénk, ahol az alkotó és az, akihez az alkotást kerül, találkoznának. Ez nagyon fontos, mert annak a tárgynak teljesen más lesz az értéke, ha látjuk az embert, aki készítette mögötte. És milyen ajándékokat szeretnénk, amiket 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva is szeretettel vesznek elő azok, akik kapják. Döntöttem, hogy idén karácsonyban minden szerettemnek kézműves terméket szeretnék ajándékozni, és szeretném támogatni a helyi termelőket. Szerettük volna látni, hogy mit tudunk még venni karácsonyra a szeretteinknek. Időtöltés, szétnézni, igazából nem feltétlen vásárlás, hanem az ember kimozdul, kicsit járkál, és jól is néz ki legalább így este.